Jelmezek helyett most maszkok készülnek az Egri Gárdonyi Géza színházban, bár a közönség előtt bezárt az intézmény és próbák sincsenek. A férfi és női varrodában most is nagy a munka. Mi, akik most így színházi munka nélkül maradtunk, legalábbis ami a színpadot illeti, ebben a súlyos helyzetben úgy gondoltuk, hogy segítségére leszünk az egrieknek azzal, hogy a maradék anyagainkból megpróbálunk hiányzó maszkokat, szájmaszkokat készíteni. Az arcmaszkok bár sablonok alapján készülnek, kinézetükben mégis változatos, egyedi dizájnt kapnak. Emellett fertőtleníthetők, hiszen könnyen átvasalhatók. A színház művészei március 11-én játszottak utoljára a Bolerót és a Páratlan párost. Március 12-én pedig még tartottak próbát, 13-ától viszont bezárt az intézmény. Ennek ellenére a tárak működnek, karbantartási munkákat, leltározásokat, rendszerezéseket végeznek, emellett elkészítették a kötelező intézkedési tervet, illetve többen home office-ból dolgoznak. Ezúton is szeretnék mindenkinek erőt, egészséget, kitartást és reményt kívánni, és azt kérni, hogy tényleg mindenki, de legfőként az időskorúak, a velem egykorúak és nálam idősebbek maradjanak otthon, amennyire csak lehet. A varrodában elkészült maszkokat a színház dolgozói eljuttatják a polgármesteri hivatalba, onnan pedig a fertőtlenítő pontokba kerülnek.